Bár nyírpazonyban egymás mellé épültek az utóbbi időszakban az új házak, van még hova fejlődnie szabolt szatmár bereg megyének. Amíg országos szinten tízezer lakosra vetítve tíz lakás épült az év első felében, a legkeleti régióban ez az aránya kettőt is alig haladta meg. A változás új évet követően jöhet el, amikor újabb kedvezményeket kínálnak az új lakások megvásárlására. Az évelejétől ismét 5%-os a lakások áfája az új, az új lakások esetén, és októberben elindult az a zöld hitel program, ami nagyon kedvező finanszírozást kínál az új lakásvásárlóknak a következő időszakban. A használt lakások piacán pedig az figyelhető meg, hogy az ároló egyre inkább nő a használt és az új lakóingatlanok között, hiszen az új lakások négyzetméter ára például nyíregyházán 420 ezer forint volt, a használt lakóingatlanokat pedig 369 ezer forintos átlagáron kínálták. Ebből a szempontból a nyíregyháza kiemelkedik. A használt lakások kínálata a használt lakások piacán a megyei árak, Tekintetében. Hiszen Tiszavasváriban vagy Fehérgyarmaton például a nyíregyházi átlagár harmadáért is lehet használt lakást vásárolni, de például Nyírbátorban és Kisvárdán is 250 ezer forintos négyzetméter árért kínálják az ingatlanokat. A megyére ugyanakkor továbbra is az jellemző, hogy hiába elérhető számos kedvezmény az új lakásokra a vásárlók 90%-a inkább használt otthont keres. Amíg az új lakások áremelkedése bőven meghaladhatja a 10-15%-ot éves szinten, addig a használt lakások drágulása körülbelül 3-4%-ra módosult az elmúlt időszakban. Ez azért nagyon érdekes, mert a, ha a jövőre, jövőt próbáljuk meg kikutatni, akkor azt látjuk, hogy az új lakások drágulása tovább folytatódhat, egyrészt a korábban említett zöld otthon program miatti keresletnövekedés miatt, másrészt pedig azt se felejtsük el, hogy óriási nagy árobbanás történt az új lakások alapanyagai tekintetében, tehát az építőanyagok elképesztő mértékben drágultak, amit már egy lakásfelújítást tervező család is a saját bőrén érezhet. A szakértő hozzátette a használt lakások drasztikus drágulása már két éve megállt, míg most az új ingatlanok áremelkedéséhez nem csak az alapanyag hiány, hanem a koronavírus miatt fellépő infláció is hozzájárult.